aláírásgyűjtést indítottunk a mihazánk.hu per készpénz oldalon, és országszerte a Mi Hazánk mozgalom standjainál is, hogy a készpénz használat legyen alkotmányos jog. Mivel ebben az ügyben az alaptörvény tiltja a népszavazást tartását, e petícióval kívánunk nyomást gyakorolni a kormányzatra, miután Torockai László felszólalására válaszolt, Tálai András pénzügyminisztériumi államtitkár beismerte, idézem, valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása. A készpénz használat alkotmányos védelmét kezdeményezte tehát a Mi Hazánk egy alaptörvény módosításban, Szlovákia és Ausztria alkotmány módosítását követve. Alapvető szabadságjognak tekintjük a készpénzes fizetést, ezért az annak betiltását célzó kormányzati és jegybanki lépéseknek gátat szabnánk. Támogatjuk a digitális fizetési lehetőségeket, de csak mint opciót. A készpénz már többször felmerült betiltásával egy újabb összeesküvés elmélet válhat valóra. Jelenleg Kína, az USA és az Európai Központi Bank foglalkozik leginkább az új világrendnek ezzel az úgymond fejlesztésével, a digitális pénzzel. A Covid diktatúra alatt már tettek lépéseket a totális megfigyelés felé, most pedig még a szabadság jognak tekinthető készpénz fizetés betiltásával egy gomnyomással el is vehetnék a pénzét bárkinek. Kínában rendszeresen fagyasztják be az állam ellenségeinek minősített személyek bankszámláit, sőt, Kanadában is 2022 elején zárolt a kormány, ráadásul bírósági végzés nélkül több száz olyan bankszámlát, amit a Covid diktatúra elleni kamionos tüntetések szervezőihez tudtak kapcsolni. Banki visszaélések is tapasztalhatóak Magyarországon, politikai diszkrimináció is. Például az OTP vezetés is letiltotta a Mi Hazánk mozgalom bankszámla nyitási szerződését 2018-ban. A bíróságon bejegyzett pártunk által hiánytalanul benyújtott és aláírt bankszámla nyitási szerződést, a kölcsönösen aláírt bankszámla nyitási szerződést egy későbbi napon felsőbb utasításra hivatkozva utasították vissza. Egyre elterjedtebb jelenség Magyarországon, hogy nem lehetséges készpénzben fizetni. Például az árukiadásra létesített automatáknál, fesztiválokon, sportrendezvényeken is rendszeresen tapasztaljuk ezt. A posta bezárásokkal pedig az idősebbeket is kényszerítik a bankkártya használat felé, és sok helyen például tömegközlekedési jegyet sem lehet már vásárolni készpénzért, így büntetés is várhat a bankkártyával nem rendelkezőkre. Szakács Árpád már többször felhívta a figyelmet, hogy a készpénz az emberi szabadság utolsó bástyája. Egyes helyeken olyan súlyosan elterjedt a digitális fizetési mód kizárólagossága, hogy a bankkártya nélküli ember már szinte nem is tekinthető a társadalom teljes jogú tagjának. Már csak néhány lépésre vagyunk attól, hogy például a kijárási korlátozást ötvözzék a lakóhely néhány kilométeres körzetén túl való fizetési tilalommal, vagy hogy ne vásárolhassunk akárhová vonatjegyet. Mindezek a veszélyek a készpénz megvédése esetén nem állnak fent. A készpénz két további előnye, hogy használható áramkimaradás vagy számítógépes támadás esetén is. A korrupció visszaszorítása viszont álságos érv, hiszen a készpénz eltörlése legfeljebb a kis és középvállalkozásokat sújtaná. Az igazán komoly visszaélések nem forintban, hanem dollárban vagy euróban folyhatnának ezután is a politikus bűnözők legnagyobb örömére. Offshore szégeken keresztül szintén, ahogy a törvényesített formájú gazdasági bűnözésnek is számtalan formáját látjuk közbeszerzési eljárások keretében is. Szlovákiában már alkotmányba foglalták a készpénzfizetés jogát, és Ausztriában is folyamatban van, itt az ideje tehát Magyarországon is lépni. Az EU rekordnak számító magyar inflációs mutatók miatt pedig sajnos egyre indokoltabb
a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel összegének megemelése is. A Mi Hazánk mozgalom az átlagjövedelem készpénzben való banki kivételét ingyenes fogyasztói jogként deklarálná. Számítunk tehát mindenki aláírására a mihazánk.hu/készpénz oldalon, aki nem akarja, hogy az ő adózott pénze felett is átvegye a rendelkezést a kormány.